80 éve történtek a magyar ellenes atrocitások, a történelmi megbékélés egy évtizede címmel tartottak konferenciát Szabadkán. A rendezvényen plenáris előadások keretében foglalkoztak a korabeli borzalmakkal, valamint az azt követő évtizedekben bekövetkezett változásokkal és előrelépésekkel. A konferencia Visnyei József szemtanú vallomását feldolgozó dokumentumfilm vetítésével kezdődött, majd Teleki Júlia köszöntötte az egybegyűlteket, aki maga is érintett, ugyanis édesapját 44-ben elhurcolták és meggyilkolták. Én 81 éves vagyok. 10 hónapos voltam, amikor apámat kivégezték, elvitték és kivégezték. Én ebben nőttem föl. Anyám mindig mesélt, hogy mi történt velünk. Én nekem a bennem maradt a fejemben. Ha elkezdtem kutatni, akkor sok vallomást, amit hallottam. Ez mind bennem van. Nekem mindig az volt, hogy meg kell keresni a bűnösöket, meg kell keresni az igazságot. Én írtam 4 könyvet, 5. nem jelent még meg, hogy azt mondták, hogy bosszúba írom. Nem bosszúba írom a könyvet. A könyvet azért írtam, hogy ismerjük meg az igazságot. Megtanultuk, mi történt 42-ben, de nem tanultuk meg, mi történt 44-ben. A történet meg kell tanulni, meg kell tanítani szerbeknek, magyaroknak egyaránt. Ezt mindig is ezt mondtam. Mindig azon, mindig megemlékedésen azt mondtam, azzal végeztem, hogy ne történjen meg soha az, ami 42-ben, de az, ami 44-ben. Amikor háború van, akkor sok ártatlan ember meghal, ez biztos. De amikor minket öltek meg, akkor már nem volt háború. Akkor már nemzetgyűlölet ölt. Akkor már jöttek a szerbek és ölték meg a magyarokat rakásra. Tehát nem volt idegen katona bent. Úgyhogy ez nem is lett összehasonlít ezt a kettőt. És valahogy én úgy érzem, hogy ezt, amit el kell mondani, ezt el kell mondani. Hogy megtanulják a fiatalok, hogy mi történt velünk. Teleki Júlia az 1944-45-ös események fáradhatatlan kutatója hangsúlyozta. Nagyon fontos, hogy a szerb és a magyar fiatalok is megismerjék a történelmet, ugyanis csak így válhat belőlük elfogadó nemzedék. Meg kell ismerni nekik, hogy mi történt velünk. A múltat meg kell ismerni, nincs múltja, nincs jövője. Mint ahogy például a Csúzsogon ott van az iskolában, a szerb iskolában egy tábla, hogy a magyar fasiszták áldozatai és jönnek a szerb nevek. Azok a fiatalok, nem az ő hibájukból, hanem a társadalom hibájukból. Ezt a képet lássák, és nekik mindig fasiszták maradunk. Mindaddig még nem látnának még másik táblát, ahol az lenne írva, hogy a partizánok áldozatai, és jönnének a magyar nevek. Ez még nagyon messze van el, hogy ezt valahogy ezt is elérjük. És akkor nem lenne ennyi nemzetgyűlölet, hogyha ezt megismernék a szerb fiatalok és a magyar fiatalok is, akkor nem lenne ekkora nemzetgyűlölet. A rendezvényen jelen volt dr. Szili Katalin, magyar miniszterelnöki főtanácsadó, a Magyarországgyűlés volt elnöke. Szili köszöntő beszédében hangsúlyozta, 8 évtized után a mai nemzedéknek fontos feladata van. Nevén kell neveznie a bűnt, továbbá egyszer és mindenkorra el kell törölnie a kollektív bűnösség fogalmát, amely a Kárpát-medence néhány szegletében még ma is él. 1944-ben lehet, hogy egy ugyanilyen ködös őszi nap volt, amikor kihajtották az embereket a házaikból, és megfosztották őket attól, ami a legdrágább az életüktől. És egyetlen egy bűnük volt, az, hogy magyarok. Ez volt a bűnük, hogy magyarok, és sajnos nagyon sokáig, még az anyaországi hatalom is, abban a 33 esztendőben, ami a háborút követte, tulajdonképpen szőnyeg alá söpörte ezeket a folyamatokat és problémákat, és sajnos nem jutott sok-sok honfitársunknak sír, nem jutott fejfa, csak az emlékezet, a hozzátartozók, a családtagok emlékezete. És ebbe valóban beletartozik, ahogy Teleki Júlia is elmondta, 44 ősze, de 42 januárja is, és az a korparancs, hogy valahogy megállt kell ennek az egész folyamatnak, és megállt kell parancsolnunk, és ki kell mondanunk azt, hogy valóban a kollektív bűnösséget egyszer és mindenkorra el kell törölni. Ha ránézünk Kárpát-medence különböző szegleteire, akkor sajnos még ma is van olyan szeglete,
ahol a kollektív bűnösséget nem törölték el. A miniszterelnöki főtanácsos hozzátette. A legfontosabb a megbékélési folyamat, amely azoknak az aktivistáknak köszönhető, akik az események utáni évtizedekben a nehézségek ellenére sem adták fel, és megemlékeztek az áldozatokról, illetve tettek azért, hogy mások se felejtsék el őket. Nekünk az a feladatunk mai nemzedéknek, hogy átadjuk ezt a következő generációknak. Átadjuk azért, hogy a 21. században ne következhessen még egyszer be bármilyen kitett, kiszolgáltatott egy közösség, hogy bárki egy másik közösséget bűnösnek tekintsen. Vagy ártatlan emberek életét azért vegye el, mert úgy gondolja, hogy a kollektív bűnösség mint olyan létezik. Ezért a feladatunk, ahogy ez történt is, megnevezni a bűnt, eltörölni egyszer és mindenkorra a kollektív bűnösséget, bárhol vagyunk, nem csak a Kárpát-medencében, a világban, és ahogy ez itt elhangzott, toleranciára és tiszteletre tanítani a következő nemzedéket. Arra, hogy minden egyes nemzethez tartozó vagy közösséghez tartozó védhesse saját identitását, és ha nem követett el bűnt, ne nevezhesse soha senki bűnösnek. Az 1944-45-ös eseményeket nem csak a hozzátartozók nem engedték feledésbe merülni, hanem olyan történészek és helytörténészek sem, akik munkájukat és szabadságukat veszélyeztetve kutatták ezeket az eseményeket. Ezért mindenképp hálával tartozunk nekik, mondta beszédében dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, és hozzátette. A 2000-es évek után megváltozott a történtekhez való hozzáállás. Azonban 2013-ig ez csupán a tudományos kutatásokban és a tartomány bizonyos intézkedéseiben mutatkozott meg. Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőháza 2013 előtt is valóban fogadott el határozatokat, amelyekkel elítélte a 44-45-ös eseményeket. Meg bizottságot alakított a történelmi tények föltárására. De ez kizárólag tartományi szinten történt, nem lebecsülendő ez sem, a legkevésbé sem, de tény, hogy nem állami szinten történt. Állami szinten annyi történt, hogy hát üljenek össze a történészek, aztán foglalkozzanak ezzel. De hogyha nem lett volna az ártatlan áldozatok leszármazottainak az álhatatossága, ha nem lettek volna történészi és helytörténészi munkáknak a tömkeleke nem jött volna létre, és ha nem lett volna meg a kitartás a szívosság Pásztor Istvánban, és örülök, hogy nem én mondom ezt elsőként ma, sőt, mindenki mondta, akkor mi még mindig ott tartanánk, hogy a történészek kutatnak. És politikai síkon az ég adta világon semmi nem történt volna. Nem kevés az sem, hogy a történészek kutatnak, és föltárják az eseményeket és a neveket, de politikai síkon nem történt volna semmi. A történelmi megbékélés 2013-ban Csúrogon történt meg, az akkori magyar és szerb államfők jelenlétében. Majd idén ismét közös főhajtásra került sor, ami büszkeségre adhat okot, mondta Pásztor. Az, hogy a mi kérésünkre, a mi javaslatunkra, hiszen sem nem Belgrádban, sem nem Budapesten fogalmazódott meg ez a javaslat, és ezt is világosan szeretném kimondani. Az, hogy a mi javaslatunkra a két jelenlegi köztársasági elnök október végén 11 évvel az első történelmi megbékélést követően újra közösen főt hajtott a csurogi emlékműveknél, azt gondolom, hogy büszkeségre adhat okot. Mert ez azt jelenti, hogy a vajdasági magyar közösségnek a politikai érdekképviselete nem úgy tekint erre a kérdésre, hogy megtörtént 11 évvel ezelőtt, befejeztük, és akkor minden rendben van, hanem időnként sugallni kell az államvezetőknek azt, hogy ez a kérdés ez továbbra is fontos, hiszen ahogy elhangzott, nem lehet elfelejteni, és nem is szabad elfelejteni.
A konferencia megszervezését a Magyar Nemzeti Tanács is támogatta, ahogyan a történtekkel kapcsolatos kutatásokat és publikációkat is, mondta Fremond Árpád, az MNT elnöke. Az, hogy megtörténhetett az, hogy a két ország köztársasági elnöke közösen főthajt Csúrogon a magyar áldozatok emlékművénél és a szerb áldozatok emlékművénél is, vagy abban a raktárban, ahol a magyarok által elkövetett atrocitások történtek 1942-ben. Erre senki sem gondolt, de itt indult meg a két ország között az együttműködés. Ugye 2014-ben a kollektív bűnösség eltörlése is megtörtént, és ugye 2016-ban jelent meg az a kötet, amely ugye számadatokkal, GPS koordinátákkal pontosan meghatározza, hogy hol vannak a tömegsírok, és ugye ezt a Vajdasági Magyar Művődési Intézet adta ki a Magyar Nemzeti Tanács koordinálásával, és itt ugye a vegyes bizottság munkája is tetten érhető volt. A szabadkai rendezvényen azokat a kutatásokat mutatták be, amelyek a többi között az áldozatokkal, a megemlékezésekkel vagy a rehabilitációval foglalkoznak. Az eredmények azt bizonyítják, hogy érdemes volt hosszú éveken át kutatni, ugyanis ez a munka is hozzájárult ahhoz, hogy ma szabadon emlékezhessünk, mondta Mezei Zsuzsanna, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság elnöke. Kutatások célja minden esetre az volt, hogy megnevezzük az áldozatokat. Na most, ami adatokhoz hozzáférhettünk, mi azokat számba vettük. Ami adat eltűnt, azt nem tudtuk. Tudjuk, hogy mi hiányzik, például Újvidéknek a névsora hiányzik, Zombornak a névsora hiányzik, de így is 7500 név körül van a magyar áldozatok száma, de ha ezeket úgy összeadjuk, akkor 12-13 ezer áldozatról beszélhetünk. Tehát az igazunkat be tudtuk bizonyítani, hogy igenis történt a magyarok ellen atrocitás. És nem csak a magyarok, hogy ezt kihangsúlyozom, nem csak a magyarok, más nemzetek irányába is ugyanez történt. A szabadkai konferenciát a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság és a Szabadka város területén 1944-ben és 1945-ben ártatlanul kivégzett áldozatok kegyeleti bizottsága szervezte.